Jó napot kívánok! Dicsértessék! Dicsértessék! Nem baj, kinyitottuk mi. Mindenki nagyika. De ma jönnek is. Jó napot kívánok, Mariska. A kabátja. Nyugodtan üljön. Maradjon csak nagyikam, nem muszáj. Nem kell szaládi, Mariska, nem üljön. Mariska, engedjen meg, ha nagyon sok boldogságot kívánjak, hosszú életet és jó egészséget. Fogadja szeretettel ezt a... Köszönjük szépen. Fogadja ezt a csokorvirágot tőlünk, meg egy ilyen szép szőgyéni naptárat. Nagyon szépen köszönjük minden. Mariska néni újból találkozunk. Úgyhogy örülök, hogy jó egészségben van. Isten, Isten tartsa meg jó erőben, egészségben, Isten áldásával, így a családja körében is még sokáig. Ugye a 100. kereket megünnepeltük, most már a 101-es, úgyhogy ennek emlékére egy kis ilyen finomságot is, még az Úr Jézusnak a képét is fogadja szeretettel. Köszönöm szépen! A községnek a krónikája, igen. És ezt megkérnénk, hogy írja alá. Felolvasom, hogy mi van beleírva. Nem tudom, amin ezt sütítve, az van beleírva, hogy Isten adjon neked minden viharért egy szivárványt, minden könnyért egy mosolyt, minden gondoskodásért egy ígéretet, és áldást minden megpróbáltatás során, minden sóhajtásra egy édes dallamot, és választ minden imára. Köszöntjük a 101 éves Hóz született Nagel Máriát, községünk legidősebb lakosát. A nevét írja le. Hóz. Hóz Mária. Igen. Úgyis lasság is na, jó lesz a... A betűta is, meg is van nagyika. Köszönjük szépen! Úr Jézus, és úgy igyekezzen élni, mi meg azért fogunk imádkozni, hogy ennek van egy másik része is, amin a Szűz Mária van. Ez az Úr Jézus, és van egy, ami a Mária, hogy azt megtetszen élni. Jó, ez a három fajta van. És ezt egy sorban nekem. Igen, nekem fog megérni. Jó, nekem is. Várjunk én itt olyan, mint amilyen talaj volt. Igen. Nem öregszik. Egy kicsit sem. Hát, csak annyit évet. Tudok mondani, hát, hogy nem panaszkodtam. De nem annyira, hogy... Hát apóssal 6 évig voltak együtt. Aztán most meg ugye 7 éve ma, hogy a Imre is meghalt. Hát nem volt könnyű neki az élete. Mondjuk az talán nekem is úgy jó esik, hogy nagyon meg voltunk. Így nem panaszkodhatok, hála Istennek, beteg nem vagyok, csak látni nem, se nem látok, még hallani is rosszul hallok. Rosszul hall. Uh-huh. Az elég baj, mondat. El vagyunk. Szépen megoldódik. Minden megoldódik. Hát, azért a gyerekek is mondják, hogy mama, jó, hogy még úgy van kivel neked is elbeszélgetned.